Hello, na hát nem tudom, hogy hogy nézek ki. Megpróbáltam összeszedni magam. Itthon vagyok. Nem igazán megyek sehova, szóval ez a legjobb, amit hozni tudok nektek. I'm sorry. So, sziasztok! Mielőtt elkezdődik a videó, szerettem volna leszögezni, hogy ez a videó igazából még annó februárban készült, amikor Valentin nap volt, Valentin nap körül, úgyhogy azért fogtok látni mindenféle Valentin nappal kapcsolatos plakátokat a videóban, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor igazából ez emiatt van. Azért szerettem volna mégis kitenni ezt a videót, mert ugyan régen készült, és látszólag nincs még jelentősége, vagy már jelentősége, az árokvizsgával kapcsolatos élményeimről számolok be, ami szerintem most jelen esetben valószínűleg még releváns a most záróvizsgázók számára, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor egy fene tegyük ki, aztán meglátjátok majd ti is, hogy aki esetleg most arra készül, hogy mire számíthat, és hogy nekem például személy szerint milyen volt. Ez természetesen helyzettől függ, és különböző egyetem különböző féleképpen csinálja, de szerettem volna megosztani veletek, hogy nekem milyen volt, illetve kiskörítésként vlog formájában készítettem nektek el ezt a videót, úgyhogy enjoy, és kezdjünk is bele. Sziasztok! A mai alkalommal egy vlog videó lesz terítéken, ami alkalmával nagyon sok mindent terveztem mára. Most először is be fogok menni igazából a városba és a West Endbe, mert sok mindent. Csak így vannak apróságok, amiket így be kell szereznem, és összejött a lista, úgyhogy gondoltam, ezt ma meg is ejtem. Ezután pedig majd hazajövök, és mindenféle finomságot fogunk készíteni, és még sok minden más is vár ránk, úgyhogy igazából szerintem el is indulok, és el is kezdem ezt a napot, csak gyorsan felöltöztem, megcsináltam hajamat, kisminkeltem magam, bár nem hiszem, hogy nagyon látszik bármilyen eredmény is ezzel kapcsolatban, de mindegy. Szóval elkészültem, bevegyünk a városba, gyorsan elintézni pár dolgot, és utána jövök haza, és itthon is sok minden lesz. Illetve csak szerettem volna megmutatni nektek, hogy milyen nekem egy napom most, hogy lediplomáztam, hiszen erről is szó lesz a videóban, hogy vége, és megcsináltam ezt a kurzust, amin én voltam az egyetemen, amiről majd egy kicsit többet is fogok mesélni. De most induljunk el, és kezdődjön a nap. Nagyon hideg van. És nincs sapkám se. De jó az a kapucni. Nem tudom, látsz, hogy kéne venni sapkát. Majd lehet azt is nézek. Ki tudja, ki tudja. Leízettem a vásárlásba konkrétan, megyek haza, és mindent megmutatok majd nektek, hogy mit sikerült venni, és aztán, ja, folytatjuk a napot. És csak gondoltam, megmutatom nektek gyorsan, hogy mit sikerült beszerezni. Konkrétan úgy leizzadtam az egész procedúra során, hogy így felőleg kellett mászkálni ugye különböző szinteken, és akkor eszembe jutott, hogy ja, még be kell mennem ide meg oda, és akkor az persze, hogy az épületnek a másik felén volt, úgyhogy azért jól megjártam dolgokat, de sikerült összeszednem mindent, amit akartam, úgyhogy szerintem gyorsan meg is mutatom nektek, és aztán megyünk ebédelni. Na hát igazából itt látjátok ezt a csodás kis felállást. Vettem egy ilyen utazó hát kis táskát, mert nem volt, és nem igazán tudom, hogy megmutatni, de ez egy ilyen
tehát azért vastagsága van, és ez egy, csak egy ilyen rózsaszín vízálló utazótáska, amit igazából bárhova, bármikor el lehet vinni. Igazából nem volt még ilyen, vagy hát volt, de nem ekkora, és nem igazán fértem el. Tehát ezelőtt ilyen sokkal kisebb táskába próbáltam bele tuszakolni az összes testápolót, tusfürdőt és hasonlókat, viszont most már megelégeltem, és gondoltam, veszek egy nagyobb, vagy hát nagyobb táskát. Aztán vettem egy ilyen kis füzetet, amit igazából csak a YouTube-os dolgaimnak szeretnék szentelni, és igazából semmi különös, csak egy vonalas füzet, amit lehet használni erre. Úgyhogy igen, valami kis szépet és színeset akartam, hogy segítsen és motiváljon, hogy minél több videót tudjak nektek csinálni. Aztán vettem ugye még 2 darab fekete maszkot is, igazából ez a C&A-ból, mert nem volt így nekem fekete maszkom, csak ez a sárga, amit láttatok, meg egy rózsaszín, de hogy így konkrétan sima fekete nem volt, úgyhogy gondoltam, ebből is beszerzek egy párat, úgyhogy ezt sikerült venni. Aztán akartam még venni csak egy sima toltartót, mert az előző hát eléggé szomorú állapotban van, és most már kb. Meg nem mondani róla, hogy nézett ki azelőtt, úgyhogy csak szerettem volna egy nagyon egyszerű toltartót, és ennek a színe nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy gondoltam, ez is jön velem. Akartam még egy hát bronz szettet, bronzosító szettet. Ez igazából ugye a Vivien Szabótól van, és inkább hát ez pirosítónak van mondva, de arra gondoltam, hogy ezt szívesen kipróbálnám. Úgyhogy megnézzük, hogy igazából az én bőrtónusommal mennyire lesz jó, vagy szép, vagy nem is tudom. Úgyhogy ezt majd kipróbáljuk. Illetve ezek mellett még vettem egy smink táskát. Ebbe tenném igazából minden, ami smink, mert ez előtt is volt egy avonos, hát ilyen sminktáskám, viszont az nagyon-nagyon kicsi volt, és alig fért bele pár dolog, úgyhogy ezért szerettem volna beruházni egy kicsit nagyobbra, és végül ez lett, és szerintem nagyon szép mézöld színe van, és ahogy látjátok, igazából az összes ilyen kis bármit, amit vettem, az valamilyen színű, úgyhogy ja, szerintem tök jól néznek ki így együtt is, meg külön-külön is, és én nagyon-nagyon örülök nekik. Na és most, hogy így nagyjából próbáltam értelmesen megmutatni nektek, hogy miket kaptam, ezeket szerintem most majd így el fogom rakni. Meg amúgy lehet, hogy tényleg kipróbálom ezt a bronzosító, pirosítós dolgot, mert még ettől a márkától nem vettem semmit sem, és remélem, hogy jó lesz. Na hát, le kell tölnem egy kicsit, mert nagyon elfáradtam ám. Ja, most csak így gyorsan eltöltöttem meg mindent, még nem kajáltam, de nagyon látszik, hogy sokkal kevesebbet megyek ki mostanában, és nincs már olyan álló képességem, ami nagyon szomorú, meg ilyenek. De, ja, hát ez van. Na hát, ameddig én feléledek itten egy csisze jó meleg kávéval, addig arra gondoltam, hogy mesélnek egy kicsit a záróvizsga élményemről, és arról, hogy valóban lediplomáztam, és hogy milyen volt az egész, milyen élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudjátok, én a Budapesti Gazdasági Egyetemre jártam, marketing szakra, és ilyen január végén, 28-án volt a záróvizsgám, és azt követően természetesen beküldtem a szakdolgozatomat, amit én nagyon büszke vagyok, hogy megírtam, de ugye erről már meséltem is nektek egy kicsit. Maga a záróvizsga az igazából egy napot vett igénybe. Az egész úgy kezdődött, hogy konkrétan elfelejtettem, hogy nekem 9-re be kéne kapcsolnom a Teams-emet, mert nem tudom, az én fejemben teljesen úgy volt, hogy 12, tudtam, hogy 12-kor leszek, vagy jön rám a sor, és
még emlékszem is, hogy direkt mondták, hogy legalább 15-20 perccel előtte csatlakozunk be. Na mondom, jó, hát akkor az ilyen 11:30. Jó, akkor addigra szépen elkészülök, még átolvasom a tételeket, vagy nem is tételek voltak, hanem ugye témakörök. Még megnézem a prezentációmat, elgyakorlom még egy párszor. És ilyenek, és aztán kiderült, hogy én még így nagyban csinosítottam a prezentációmat, amikor hívott a tanár, hogy Jacqueline kedves, jön az elejére, és akkor így mondtam, hogy mi? Úgyhogy gyorsan becsatlakoztam 9-kor, semmi smink, semmi, gyorsan felvettem magamra egy inget, és láttam igazából, hogy már mindenki ott ül, haptákba vágva, szépen kiöltözve, sminkel a fején, és mindenféle. Én meg így próbáltam lehető legjobb mosolyomat elővenni, hogy ne látszódjon, hogy még egyáltalán nem vagyok én amúgy kész. De nagyon aranyos volt mindenki, elmondták, hogy ugye miről lesz szó, és mindenkinek nagyon sok sikert kívántak, és akkor aztán kezdődtek ugye a meghallgatások, és utána kitettek minket a előtérbe, úgymond, és akkor utána szépen elkészültem, még átolvastam 2-3-szor az előadásomat, és akkor ugye jöttem igazából 12-kor. Nagyon aranyos volt, igazából 3 tanár volt, és 1 vizsgabiztos, és én voltam, illetve egy másik lány. Ketten adtunk elő, ugye felváltva. Nem tudom, nekem az egész igazából csak nagyon családias volt, és tényleg csak így érződött a tanárokon is, hogy valóban csak érdekli őket az, amiről mi kutattunk, amiről mi ugye a szakdogánkat írtuk, és tényleg kíváncsisággal és őszinte kérdésekkel fordultak felénk az előadással kapcsolatban, de természetesen volt külön témakörökkel kapcsolatban is beszélgetés, de így összességében az egész hangulat tényleg teljesen családias volt, és én megmondom őszintén, egészen addig a napig, amikor ugye maga a vizsga volt, én egyáltalán nem izgultam, és nem is értettem, hogy miért nem így várom, vagy hát nem is értem, hogy nem értettem azt, hogy miért nem izgulok. Igen, ott is volt így az a hozzáállás, hogy igen, csak túl akarok lenni, mert most már tényleg nagyon sok mindent kivett belőlem az elmúlt időszak. De hogy tényleg, amikor megérkeztem, akkor is volt bennem egy kis izgulás, de tényleg egy alig valami, és őszintén csak előadtam, élveztem, hogy ennyi mindent tudtam ebben a témában kutatni, és hogy ennyi mindent találtam, és hogy ezek a konklúziók. Ja, összességében én tényleg nagyon, nagyon jól éreztem magam, hogyha lehet ilyet mondani így záróvizsgán, és aki mondjuk erre készül majd a jövőben, annak tényleg csak azt tudom mondani, hogy nem kell ettől egyáltalán izgulni, ez is olyan dolog, ami mindenki átment, és senki nem halt bele, és tényleg, hogyha fél évet dolgozol valamin keményen, akkor arról egy 8 percet beszélni, igazából kihívás lesz, mert sokkal többet is tudnám mondani a témáról, úgyhogy úgyhogy emiatt egyáltalán nem kell izgulni, és ezért nekem egy nagyon-nagyon jó élmény volt így összességében maga a záróvizsga, és nagyon-nagyon örülök, hogy vége van, és hogy egy új fejezet kezdődik az életembe, amivel kapcsolatban én tényleg nagyon izgatott vagyok, és nagyon tényleg várom, hogy mi lesz ebből, mit hoz az élet, és merre tovább. Úgyhogy csak igazából ezt szerettem volna egy kicsit megosztani veletek, és szerintem most én arra gondoltam, hogy megcsinálom a karmaimat, mert igazából most így semmi nincs rajtuk, nem tudom mennyire látszik, de egy kicsit formára szedem őket, és kifestem valami szép kis pasztelrózsaszínre. Köszönöm, hogy eddig megnéztétek. Végül aztán a körömfestés után nem történt semmi, őszintén. Úgyhogy itt szerintem be is fejezem a videót. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan csekkoljátok még a többi videómat, mert van még egy pár a csatornámon. Illetve, hogyha már mindegyiket láttátok, akkor ne aggódjatok, jön a többi. Megpróbálok konzisztensebb lenni ezzel kapcsolatban.
és csinálom is a videókat már rendesen, úgyhogy igen, találkozunk a következőben, addig is érezzétek jól magatokat, és szép napot, és adjabban!